Halló! Halló! A postás vagyok! Halló! Nem találom a postaládát! Hova tehetném be a levelet? Halló! Csomag érkezett! Lakik itt valaki? Halló! Ide se tudom becsúsztatni! Alá! Halló! Be lehet menni? Halló! Vagy dobjon be az ablaküvegen? Halló! Halló! Na jó van! Új munkát kell találnom, ez nem állapot. Sziasztok, sziasztok, Norbi vagyok, Géta Norbi, a Szerendász, nyú, végigjátszás következő epizóddal. Jelentkeznék íme a fegyverek, amit kaptunk a fotózás miatt, kapcsán. A gránát az pont jól jön. Az Uzi is, vagyis a Mikro SMG. A Shotgun is. És a Sniper is. Na, hát tökéletes, tökéletes. Ha elindul a vonat, a szívem többé megszakad. Kivel csökken már a kapcsolatom? Katie-vel. Borzasztó az a nő, nem hagy békén. Na menjünk akkor randizni. Mi volt ez a paradicsom? Na mindegy. Megyünk randizni. Várjátok már, mennyi a izi a... A Phoenix-el. Vesszük fel a Katie-t. Hú, de fáj a torkom. Na mindegy. Hogy vagytok amúgy? Melyik a Phoenix? Ez. Ugye? I got a number! It's a sister! It's a gaster! It's a master! It's a gaster! Várjátok, most mit akarok úgy csinálni? Hogy veszem fel egy Katie-t? Na. Mindenre van megoldás. Hol van a ház? Itt. Hol erre van. Ez is szólt a Mafia 3-ba is. Yeah, don't be nice and your head. Akkor menj arra. Bassza meg! Hát komolyan mondom, berúgva, hát hogy mennék itt fel? Sehogy. Elvileg ennek itt kellene maradnia. Erre kíváncsi leszek. Amúgy ez egy ilyen unique jármű. Mint te. Te is egy unique vagy. A pecerő. Mindjárt kiderül. És akkor közösen. Everybody had to hold my girl. És sose voltam kisebb koromban se az olyan, hogy gyilkoljam az embereket a GTA-ban. Én kisebb koromban is rendesen gyerek voltam. Na erre kíváncsi leszek, hogy ott van a Phoenix. Not too hard, not too fine. Roller coaster. Na 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 na. Parararararara. Ta tarara tarara tarara. Ta tarara tarara. Eddig nagyon tartalmas beszédügyileg a mai rész. Ta tarara tarara. Eddig körülbelül ennyi volt, meg a hűdüdüdüdüdü. De hát én esküvője, ilyen bebaszás utáni beszédkészség szintjén állok. Háj, na 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 na. Ó, nincs megjavítva. Hát így hogy veszem fel a Katie-t? Ó, hát nagyon megvan törve. Ó. Na, így már jobb. Át kell színezni. Színezd újra, hogyha, nem tudom, megfakulna, és az égbolt sütana, beborulna. Nem áll! Na ezért nevezessek én a valóságban.
Amúgy hallottátok, hogy megjelent ez az új halálos iramban játék, de azt mondják, hogy nagyon rossz. Nem tudom. Csak hallottam. Na kétik, én bárhol elmegyek, csak a dildót nem adom, meg a izét a nem adom. Vagy na, táncolni nem megyek. Eszünk. Hogyne, hogyne. De várjál, kedves két. Küldök neked szívecskét. Jó, mondjuk te ilyen rappet hallgató jány vagy. Jány. De azért rockot hallgatunk. No, majd megmented őket mesterséges lélegeztetése. Megyünk a turningoló üzembe. Utána nem tudom, hol kéne kajálnunk. Arra ilyen tortás hely van még? Vagy ilyen izé gyors kajáldát szereted? Vagy mit szerezte? Mi? Kukába lenni? Vagy mi? Na tényleg most komolyan, mint hogyha tényleg csajó randiznánk. Kétikém. Két hete nem találkoztunk, barátnőm. Mi újság van veled? Látom, még a rádiót is kikapcsoltam. Csak veled foglalkozom. Mi újság van veled? Látom, ki vannak tágulva a pupilláid. Jaj, ez izé lesz copyright. Kiabálni kell! Somebody a night, nem lesz copyright! Nem lesz copyright! Nincs copyright! Nincs copyright! Nincs copyright! Nincsen! Nem lesz itt a copyright! Sohasem! Kiabálnom kell sajnos! Ne haragudjatok! De ez copyright lesz! Nem lesz copyright! Nem kell hidrolika! Na, bocsánat, de ez muszáj volt, mert bekaptuk volna a copyrightot. Az a baj, étteremben nem szeretem menni, én úgy tudom. Na, visszamegyünk tortázni. Azért érdemes volt eljönni ideig. Na akkor ezt hallgassátok, milyen szép hangja lesz. Köszönöm szépen, én is szeretlek. Olyan lassan mennek itt a kocsik. Ez a Phoenix úgy megy, mint egy lassú csiga. Komolyan mondom. Mint akinek most elárverezték a házát, a csigának. Úgy megy. De miért? Nem a kisgyerek, az Ábel kérdezi, hogy miért, de miért, hanem én. Miért megy így ez a Főnix ilyen lassan? Kávé ez olyan, mintha, mit tudjam, hogy 3-as fokozatban menne vele a CG. CG. Kukma. Vonzerünk is alacsony. Kétnek sincs szeme. Hát akkor menjünk. Na, hát mire vársz? De tényleg, normálisan San Fierro-ba aludni. Ablakot kinyissuk. Bejön a köd. Meg ez a hajókült. Íme. Nem ez a 90-es évekbeli csajok ennyire így nem adták magukat. Hát komolyan már hányszor menjünk ebbe a kibaszott helyre enni? Hogy kicsit legyen már valami. Na. Hát mennyit kell még erre költeni? Jó van, elviszik a Főnixet. Haza. Eddig nem sok érdemlegeset csináltunk ebbe a részbe. Még zenét sem hallgatunk sűrűn. Ilyen helyen lakni, hát komolyan. Úgy, most, hogy éjszaka van, inkább éjszakai versenyek szoktak szerintem itt lenni. Hát amúgy most egyre taknyosabb vagyok. Most kopizzuk a Claude-ot. Egyébként ő volt benne ilyen éjszaki versenyzésekben. Szerintem. Ő neki már itt a Underground listán már eléggé jelentős neve lehetett, mint legbénebb versenyző.
mint mikor folytatódik a Walking Dead 10. évad, és megyek hazafele. Gyorsasági fokozattal megyek. De miért kell amúgy kerülni? Bocsánat. Hát ez ilyen csajos orfújás, vagy orfújás volt ez. Kicsit kussolok, mert fáj a torkom. Na, legyen ez, ez rövidebb. Alfával megyünk. Vagy zene nélkül. Zene nélkül mit érek én? Most megpróbál meg nem törni a kocsit. Nézzétek már ezeket az okos tónikat. Jó van, jó van. Remélem ezt nem látta Caesar vagy Jethro. Erre mennyi. Ajaj. Ajaj. Hát de miért mi vagyunk majdnem a leglassabbak? Menj már! Na, mit kell ott kalingyázni? Mi? Mit kell ott kalingyázni? Pöcsömnek kell kalingyázni. Egy csomó bűnöző járkál az utcákon. Egyik veszedelmesebb, mint a másik. Itt kell kalingyázni a rendőrkocsival. Hát komolyan mondom, megáll az eszem. Megáll az eszed, ha eszed. Ez nem lesz meg. Ez nem lesz meg! Egyszerűen nem tudom őket beelőzni. Úristen, össze-vissza kell kalintyázni. Jó, amúgy ilyenkor ilyen csigavérrel... Csigavér... Az kell már neked. Nyugi van! Magyarul. Na, nyugodjunk meg. Szerintem az első helyezett körülbelül már, mit tudjam én, otthon alszik. Jaj, ez a zene, ezt hiányzik még. Na, aha, a harmadik is szép hely, csak 100%-ig, ura nem jó. Na, köszönjük szépen. Ennyi volt. Tényleg amúgy Cloudot utánozzuk ezzel a vezetési stílussal. Jó, még harmadikok se leszünk. Jó van. Vagány. Nagyon vagány, fajn. A fajn vezetés, az fajn. Jó, megpróbálkozunk ezzel. Na, Phoenix. Még ott egy Super GT, kettő Super GT, nem tudom. Már megint nem jó, nem jó néz ki az. Bőg a tehén. Na. Na, a Phoenix erőre kapott. Helyes. Csak ezekben a kocsikban nincsen nitro. Igen, amúgy éjszaka kell itt ilyen utcai környezetben versenyezni. Vidéken meg nappal szerintem. Hé! Hey! Vigyázzál már! Itt van előtted a lovaskocsi. És akkor szabadon szállok a széllel, Szulák Andrea. Soha nem szédülök el. Na-na. Csak kicsit ilyen hosszabb versek ezek. Ha Phoenix madár nézi, Zsolt néz ezt a videót, akkor üdvözöllek. Nem tudom, milyen pró vagyok. Ezt a farming szimulátorból tanultam. Vigyázz! Miért nem mondtál ilyet? Jóska Pista. Ez ügyes. Ügyes. Bravo. Bravo. A visszapillantó tükröt amúgy anyámnak találták ki. Körülbelül. Ne anyázzá! Hú, de lassan megy. Rokkant. Mint egy rokkant. Körülbelül úgy megy. Ezt tehát amúgy közmunkásokkal le kéne kicsit izélni. Az ágakat. Vagdosni, mert beleakad valami, kamion beleakad. Mondjuk a kamion nem akad bele. No, di my message. Hát felébreszted a tücsköket. Az igen.
A repülőgépnek látszott a árnyéka. Mit kell kiabálni, CJ? Félsz? Egyébként? Vagy mi ilyen... Bazd meg! Bazd meg! Nem baj. Vagy mi ilyenkor azt képzeled, hogy annó gyermekkorotokban, mikor oda mentetek a kiszáradt folyómederhez, és merre kell mennie? Nem vágom. És beleálltatok a csatornába, és kiabáltatok, hogy vízhang, vagy mi? Na 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 na. Az is jó szám. My horse is got... Vigyázzunk, mert bele menjünk a vízbe. Gyerekkoromban sokszor pancsiztam ott. Nem figyeltem azért. Vezetési képesség. Ott mennek, a nyugdíjasok mennek a zenetáborba, buszra. Na már! Hába meg már! Hába, hülye vagy, bazd meg! Bikini. A vészbutővel a csaj. Mert neki áll feljebb. Hát komolyan. Bikini képek. Amit valami semmit nem értek. Ó, mielőtt végleg elmegyek. Kapsz egy képet rólam. Ha hiányzok, hát mindig nézheted. Szét is tépheted. Bikini. Részegen kivisz majd haza. Ha. In the desert, you can get your my name, and I send the storm in your get to my way. La la. És akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Thank you. Merci. And dankeschön. Aber vámonos, muchachos. Na. Júj! Milyen izé punkok. Jó rádiócsatorna állomás változtatás. Állját! Kis izével gokartot. Látjátok, így kell úgy gokartot szerezni. OG-dok legyőzése előtt. Gondoljátok. Nekem nem kell. Hogy nézek ki? Ahhoz képest, hogy az illegális, na mondták is a telefonba, ahhoz képest a rendőrség leszar minket. Én is örülnék, gyerekemet izé vinném a iskolába, azt hiszem, Feka bácsi gokártal elütne minket, repülnék. Hú, de örülnék. Hú, ez jó. Nem látom, hogy hova kéne nekem menni. Ja? Oké. Amúgy nehéz, ezek a versenyek nehezek. Bárki bármit mond. Ennyi volt az utolsó szó. De csak azért, mert nem live. Meg nincs a vendégszereplő. Túrire! Túrire! Sisásá! Csúcsúcsúcsúcsá! Nem, nincs zene, nincs zene. Muzik off. Ényi. Parkoló. Na mentünk egyet? Mit csinálsz?
Mentünk egyet. Hú, terrorizmus! És jövünk vissza. Este! Nem, mondjuk most vidéki. Nem, este jövünk. Vidéki. Vidéki sansa. Running Daily Dream. Nem, vidéki. Nagyon vidéki verseny. Jó, jó helyre mentettem? Nem biztos. Ez már nem is tudom, hanyadik végigjátszásom. Tudom, negyedik, de így összességében hanyadik a csatornán. 60. Nem, már több. Megyünk a ismeretlen. Ó, ez meg a Brad Pittes kocsi. Úgy néha a Michelle, aki még nem barátnőnk, az is szokott ezeken a verseken részt venni. Úgy elég érdekes figurák vezetik ezeket a járműveket. Nem azért, mint a CG nem lenne annyira érdekes figura, de... Úgy ezeken a verseken mindenki részt vehet, mert látom, hogy a parasztól kezdve a hippi, a hajléktalan majdnem már lassan már az is vezeti a kocsit. Mindenki részlet? Milyen jó. Ilyen kellene Magyarországra is. Több lenne a baleset. De amúgy ezeket nagyon szerettem, ezeket a vidéki versenyeket. Szerencsére még állatokat sem tudunk elütni. Jaj! Igaza volt rég, amúgy a korábbi Rockstar játékoknál a Rockstarnak, hogy nem voltak benne állatok, mert igazság szerint egy állat volt a játékokban. Az ember. Szóval azokat meg olyan hülye némely ember, mint a seg. Szóval azokat meg simán örömmel üti el az ember. Képzeljétek el. Mit tudom én? Lepkék. El vannak. Párzanok el vannak. Oroszlánok el vannak. Zsiráf el vannak. Emberek. Szakítok. Üzé, nálam lesz a gyerek. Na, már nem szeretlek. Gorilla el van. Ember. Más szeretek. Miért nincs rádió ebbe a kocsiba? A gyilkos tó. Semmit nem értek. Nem mondták, hogy ilyen vihar lesz egyébként. Mentem volna délután festeni. Érdekes szerzemény az emberi faj, az biztos. Addig a jó, amíg van hajom. Nem, jó, haladjunk. Tin tirin tin. Jaj, azt hittem ez a fék. Erre is menjünk. Na, nézzétek meg! A boltos csaj, a nyaraló srác, akkor a Prolapse boltos fiú vezeti a crossmotort, akkor egy ilyen mexikói Chávez, úgy veszem észre, egy ilyen ürge. Nézzétek meg, már itt is mindenki vezet ezt a szart. Na, akkor egy szóljon valami cowboy nóta. Hát igen. Ilyen lesz, hogyha azt mondja az ember, hogy 100%, akkor legyen 100%. Nincsen mese. Radio X. Jaj, welcome to the jungle! Hát ez inkább ilyen... Akkor kell énekelni ezt a... Welcome to the Guns N' Roses, Welcome to the Jungle számon, amikor bemész a mit tudjam, olyan helyre, ahol hát elég sok
agresszió van, meg bűnözés, és akkor ott él túl. És akkor lehet énekelni, hogy Welcome to the jungle! Na, ilyen, azokon a agresszív helyeken ezt a nyugis nótát biztos nem éneklik. Én öregkoromban lesz én, hint a székem. Kiülök naplementén nézni, szájharmonika. Egy-kettő ilyen jó kis country nótát bekapcsolok. Kussoljál már movie-t. Hát, akkor te mozogjál már. Na, mennyi dolgozni, bazd. Ha idegesítsd már az embert már itt éjjel-nappal Budapest. Na. Legyen ez. Itt is milyen izé biztonsági őr. Izé ruhába, szolgálati ruhába ott a tapsol. Ügyes. Hú, de sok hülye van. Hogy kíváncsiak, mennyit haladtunk is százalék ügyileg. Welcome to the jungle! Olyankor jó, amúgy azt szerettem azt hiszem a régebbi is Force Speed-ekben nem volt forgalom. Vagy hol nem volt forgalom? Ilyenkor amúgy tényleg a valóság is, én tudok vezetni, mikor nincs forgalom. Mikor már van forgalom, borzalom. Elég gyorsan megy ez a kis kocsi. Dinnye van eladó! Nem kérünk! Hú, bazd meg. Hú. Azért féget jól lenne ismerni. Virágot a virágnak. Baby! Oh, my. Hú, de tök meleg van amúgy. Hát komolyan mondom. Képzeljétek el, most 10 évben lennétek. Fólia a sátorba. Kertészkedni. Fú, hagyjuk. Na mindegy, már dadogok. Azt jó lehetne izélni, mondjátok már, lovaskocsival az jó kis gajfákat, gajágakat pakolgászni télire. Amúgy már nagyon látszik, hogy ilyen abátszalókos stílusban nyom, már ezt a fát el kéne vinni. Hú, vas! Vissza kéne fogni a parasságban. Honnan szagyeretszáj, don't you never bury lonely night. Amúgy ahhoz képest, jó mondjuk azt hiszem Los Santosban vannak ilyen nehéz versenyek, ilyen olyan nehézek, mint 1 kg toll. Olyan nehéz versenyek. Ahhoz képest egyet nem sikerült fiáról megcsinálni elsőre, de jók vagyunk. A következő részben akkor tényleg hallunk a fősztorival tovább. És irány Las Venturas. Először repülősuli. Utána Las Venturas. I can feel your honey. Hallelujah.
Amúgy azt tudtad, amikor én nem beszélek, akkor én körülbelül 10 dologra koncentrálok egyszerre. Éppen előbb azon gondolkodtam, hogy meg kéne már locsolni a virágokat. Ne, ne itt a végén, ne itt a végén, kérem! Hú, óvatosan, mert már cigizik. Elég hosszú ez. Már mindjárt 5 perc, mert jó, mondjuk egy Need for Speed-ben alapból 5 perces versenyek voltak. Vagy vannak. Na, azért... Mi az? Egy jó kis hátbeveregetés, ölelés. Azért rám fér. Na, ennyi. Ennyi. Egy ugrál is. De neked álljon feljebb. Gyerünk kurvázni. És akkor az utolsó. Adió, adió, adió Franky. Los Santos-ba nem megyek vissza azért, hogy versenyeket megcsinálom, majd meg lesz. Na, na, ez egy jó kezdés. Eljutunk Los Santos-ba, meg akkor a patkókat össze lehet gyűjteni. Mondjuk az nem annyira sürgős. Van pénz. De az osztrigákat, azokat összegyűjtsük. Utána meg lehet meccsen a rendőrös mellékmissiont is. A mentőst is most már végre valahára. Sivatagban még úgyse mentőztem nagyon. Taxist is meg kéne már. Jó, szépen lassan, de azért látszik, hogy van látszatja az egésznek, hogy elérjük majd mi itt a 100%-ot. Pak! Ananadé, nanadé! Én már ilyenkor nem is kommentelek erre a számra, nem ismerem. És akkor begurulunk a cél egyenesbe, vagy egyenes célba. Köszönjük szépen, és kiugrok, mert bolhás a kocsi. Már nem lehet. Ah, bolhás. Na. Minden, mind első, mert a fődíj egy csíkos napernyő. Na. Osztabb annyi náde! Mint ha valaki kiabálna. Na mindegy, kinézek. Úgyis már itt a vége a résznek. Megyünk. Megyünk. A reptérre. 55%. Jó haladási, haladási. Na, tartsatok velünk a következő fősztor is vendégszereplős részben. Norbi voltam, sziasztok, és ha tetszett, akkor like, hello! Valami még kimaradt, itt van egy ház, amit még meg lehet venni, azt hiszem 20 000-ért. Azt még megvesszük. Itt az kint vidéken is meg kéne még venni két házat, de majd! Alright! Free tonight! És az utolsó másodpercekre nehogy copyrightot kapjunk már. A büdös Isten. Ezt még megvesszük. Futok haza! Mert lefőtt a kávé! Ha. Na ki ment már le a kapcsolat? Íni. Most lesz. Most itt van a búcsú ideje. Sziasztok!